Hamba mindegy 700 lelkes község Szlovákiában, Gömörben, a Sajó partján fekszik, a magyar országhatártól alig 5 kilométerre, Tornalja mindegy 10, Rimaszombat, a járási székhely, 30 kilométerre található. László Otto nem mindennapi ember. Vasműves mester és kovács, művész és vagány, mérnök és kántor, szárnyaló lélek s földön járó ember egy szemében. Gömöri ember. Sokat tapasztalt, alkotó elme, fantáziadús, merész, terveit bátran megvalósító vasművész. Igen, művész. Mert azok az alkotások, amelyek kezei alul kijönnek, bátran nevezhetők művészeti alkotásnak. Remek kis csapattal rendelkező egyén. Nem ismernek lehetetlent. A hamvai kovácsok. Nevük szinte már fogalom, túllépett az ország határokon. Messze földön híre van alkotásaiknak, remekeiknek csodájára járnak az emberek. A kovácsolást, azt már pici gyerekkorom óta, én és apám mellett a műhelyben mindig tenni, menni kellett, és akkor úgy igazából jó 10 évvel ezelőtt alakítottam át a hobbi műhelyemet, komolyabb kis kovács műhelyé, és akkor folyamatosan fejlesztjük. Amikor ugye másodszor lett a munkanélkülő, akkor mondtam, hogy na, engem többet nem húznak be a csőbe, mind a kétszer saját hibámon kívül, hogy tönkre mentek a cégek, és akkor kezdtem el ezzel hivatalszerűen foglalkozni, és tanulni, és csinálni, és így. Miket gyártatok itt a műhelybe, Hamván? Gyakorlatilag a nagyon pici kis apró ajándéktárgyaktól a több tondás monumentális kapukig mindenfélével. Ami épül a díszítő, vasművesség, kovácsolás, lakatosság, ez mindennel foglalkozunk. Francia anyag, karnisok, világítótestek, székek, asztalok, tehát használati tárgyak is, ami épületen belül vagy kívül szolgál valamit. Kiállításokat azért itt a környéken, a Gömör Expót, azt mindig meglátogatjuk, és hál' Istennek sikeresen is, de elhinnak Bajára is, például vendégkiállítóban, mert legutóbb ott voltunk, az őszi BMW-n is meg szoktunk jelenni. Kassán voltunk, a Rákóczi napokra is meghívott a magisztrátus minket. Tehát hála jó Istennek azért évente egy-kettő ilyen több napot felemésztő vagy igénybevő kiállításra részt veszünk. Itt a vasműves műhelyben hány ember dolgozik? Tehát azt mondja, hogy, édesapám meg én, ő az egyik tűzbe fűt, ketten kovácsolnak, és még azon kívül még 4 lakatosok, akik összeállítanak. Kihívásnak tekintesz minden ilyen nagyobb megrendelést, vagy egy ilyen kaput egy kastélyre, vagy egy szállodára? Hát csak úgy lehet, hogy az ember teljes szívvel lélekkel rábetődjön, mert minden munkánk egyedi gyártású tervezésű, tehát nem lehet itt ellesimogatni. Itt hévvel, kicsit talán már óvatosabb duhajsággal, de mindig így kell hozzáállni. Nagyon ritka esetben van olyan, hogy a megrendelőnek van elképzelése. Még ritkább, hogyha az épületnek van belső építésze is. Néha előfordul, tehát legtöbb esetben én alakítom ki az épülethez és ennek a jellegéhez, még a benne lakók eszéhez azokat a formákat, amit aztán beépítünk. Kiállításokon, expókon, bemutatókon, vásárokon szerepelnek műveikkel, s egyik sikert a másikra halmozzák. Díjak számát már lassan nem is tudják. És mindig hatalmas lendülettel, teljes erőbedobással dolgoznak, alázattal az anyag, a vas iránt, alázattal a művészet felé. Felkészülnek minden munkára, amelyet elvállalnak. Azonosulnak a helyszínnel, az igényekkel, bölcsen döntenek, ajánlanak, s majdan megvalósítanak mindenki nagy megelégedésére. Alkotásaik találhatók Gömörben és Kassa mellett, Dunaszerdahelyen és Komáromban,
Budapesten és Szekszárdon, Szegeden és Sárospatakon, Nagykaposon és Füssön, Picinyfaluban és Metropolisban, Törökországban és Németföldön, a tengeren túlon s Lengyelhonban. Családi házak kapui, erkélyei, üdülőközpontok csillárai, kastélyok belteres, kúriák kapui, malmok korlátai, polgármesterek irodái, falvak címerei dicsérik kezemunkájukat. Alkotásai elkerülnek köztársasági elnökök otthonaiba, miniszterek asztalára, politikusok házaiba és egyszerű mesteremberek portáira egyaránt. Ez a kapu egy kis gyömöri tájkép. Hát mit is kovácsoljunk meg? Mindazt, amit magunk körül látunk. Ugye látjuk az anyaföldet, gyömör szentfáját, a tölgyet és a virágos kerteket. De a kertjeink szélén ott van a vadrózsa, vadszilvabokor is, amik szúrósan próbálják tőlünk elhódítani a kultúrnövényeket. Tehát az élet nagy kettősége ez, a jó és a rossz, a szép és a csúnya. A virágminták azok liliumok, század elejé, és egy-két gyömöri rózsát látunk benne, rozetta formájában elhelyezve. Nincs még kész a kapu. A megrendelő kedvenc madarai kerülnek föl rá, mégpedig a korona egyik oldalában a gólya, mint a hazaszeretetnek a madara, a másikban a pelikán, mint az önfeláldozásnak, és a legfontosabb a tudás madara és a bölcsesség a bagoly legfelülre. A motívum világ ennek a kapunak, ez igazából a századfordulós, ilyen szecessziós liliumok formák vannak benne. Az oszlopok talán érdekesebbek, sziklát teszünk majd még az oszlopok telepítés után a közepébe, és bele, a kertész majd belefolyatja a vadrózsát, és akkor ez a vadrózsa valahogy átfonja ezt az oszlopot, és akkor alkot majd egy egységet a vas és a természet. Templomok mesterien megmunkált gyertyatartói, zászlótartói, magánházak, kandeláberei, teraszai, előterei, tetőtartói egyaránt a hambai mester már-már legendás képességei dicsérik. Nagy szavaknak tűnnek ezek, de igaz. Nehéz megfogalmazni Ottó mester műveinek, művészetének lényegét. Talán a gömöri lankák, dombok, ívei, a sajóvölgye virágai, népi mintái és szimbólumai köszönnek vissza alkotásaiból. Lelke, varázsa lesz a hideg vasnak, mihelyt kikerül a hambai műhelyből. Szemet gyönyörködtető a vas alkotások, művek látványa. A vasvirágok szinte életre kelnek, kivirágoznak. A sajógömöri életfa, Gömörország fája az ékes példa erre. Vaslevelek, liliumok, napraforgók, tulipánok, kígyófejek és sárkányok, gólyák és baglyok, az élet varázsát és szépségét visszaadó, szimbolikus figurák elemenednek meg a kapukon, csillárokon, korlátokon, slámpásokon. Ízléses műveit már messziről felismeri az ember. Jól eső ránézni ezekre a vaskapukra, kerítésekre, korlátokra. Egy szelet gömör köszön vissza az embernek, egy kis ízelítő a palócföld művészetéből.
Eklektikus oromdíszek, rusztikus kapuk, neogótikus kerítések, rokokó korlátok, klasszicista parkkapuk, korhű darabok s modern ízlést követő ívek, László Ottó művei követik a kor dinamikáját, ízlését. De ugyanakkor, ha szükséges, kellőképpen korhűek, hagyományosak, mindig el van találva az arány, mindig be van tartva a követendő irányelv. Összhangban van az adott épület, s a hozzátartozó kapu, avagy éppen korlát, vagy erkély, kandallódísz. Praktikusak a tárgyak, melyek a hambai vasműves mester keze alól kikerülnek, szolgálják a tulajdonost, könnyítik az életet, s mindemellett nagyon szépek is. A gondolatsor és a mű összhangja bámulatos. A mester ott lakozik az indák és levelek, csavarmenetes díszek és hajlatok mögött. A tűz varázsa. Igen, a tűzé, mely meghajlítja a vasat is, a tűzé, mely barátságossá teszi otthonainkat, meleget, hangulatot ad. A tűz, mely pusztítani is tud, s a tűz, mely remek műveket teremt. Csak olyan kéz, olyan elme kell hozzá, mely megzabolázza, varázslatot víz bele, s a vas lágyan meghajlik, formát ölt, s művé alakul át mindannyiunk gyönyörködtetésére. Ottó mester ilyen ember. Tudja, mit akar, s azt meg is valósítja művészi színvonalon. Korunk Fazola Henrikje, Palócföld szülöttje. A hamvai műhelyben kis plasztikákat, vasszobrokat is készítenek. A szárnyaszegett angyal, a gömöri munkanélküli és a kétarcú ember mind korunk szimbolikus figurái, modelljei itt járnak közöttünk, részeik mindennapjainknak, életünknek. Thank you.
kastélykertek nagy kapui klasszicista megoldást tükröznek, s a park erkély korlátja is hasonló stílusban van elkészítve. A kis faluban is találhat az ember hatalmas kapukat, mesteri a dupla vaskapu, mely az ízléses ház előtt található. Magánházak dús ívekkel, indákkal, virágokkal szegélyezett, díszített vaskapui és kerítései nagyszerű összhangot képeznek az adott épülettel s környezettel. A tornaljai városháza masszív kapuját is hamván kovácsolták össze szorgos hozzáértő kezek. A házakban található vaskorlátok is az adott környezet részei, természetes egyszerűségükkel és szépségükkel összhangot alkotnak a benti bútorzattal. Van, ahol a rusztikus kapu kovácsolt vasdíszeket kapott, s így alkot egységet. A felújított beretkei tornai féle kastély kapuja a hajdani eredeti kapura emlékeztet, s tökéletesen beilleszkedik a barokk klasszicista épület környezetébe. Egykori malmok kapujait is elkészítette Ottó mester. Kastélyok, kúriák, udvarházak csillárai, korlátai, kapui, belterei arról tanúskodnak, hogy a fa és a vas milyen egyedi és kellemes összhangot tud alkotni. A vadászkastélyok hatalmas belterében megtalálható Dianna, a vadászat istennője is, íjjal a kezében. Hatalmas, gazdagon díszített csillár tölti be a kastély belterét. A kandalló az ebédlő részét képezi. A fa erkéről belátni az egész belteret, a csillár levélmotívumai az erdőre, vadászatra utalnak. A gyertyatartók a falra vannak erősítve. A Szepsi Bormúzeum és Borház vas szerkezete szintén szervesen illeszkedik az adott helyhez, hagyományhoz s hangulathoz. Kazincbarcikán is találhatók László Ottó kiváló alkotásaiból. Dupla kapu, kerítés és kandelláber található a szép családi ház előtt s annak kertjében. Bőti Zsolt egykori nyári lakának kapuja Komáromban hűen adja vissza 150 évvel ezelőtti kor hangulatát. Templomok csillárjai lenyűgöző látvány nyújtva függenek alá a magasból, kiváltván az arra járók csodálatát. Budapesti villák kapui, korlátai, erkély és előtér díszei a felvidéki mester hírnevét öregbítik.
falu címerek, csillárok egyaránt beletartoznak a hanvai kovácsok repertoárjába. A liliomos díszek gyakran feltűnnek a kapukon, kerítéseken, s még sincs az, hogy kétszer ugyanolyan kapu vagy kerítés kerül neki a mester keze alól. Minden darab egyedi és bámulatosan nemes, finom megmunkálású. Valóban ez a munka az ővé, mondhatom azt, hogy nem egyszerű munka, hanem inkább művész munka, mivel ő minden egyes vasat megdolgoz, nem enged ki kezéből megmunkolt vasat, vagyis nem tesz olyat fel, hogy előre legyartott elemeket, hanem maga saját keze által kovácsolja ki és műveli ezt a vasat. Szabad idejében a Lénátfalvi templomban orgonál, kántori teendőket lát el Ottó mester. A billentyűkön is ugyanolyan könnyedséggel jár, munkálkodik a keze, mint amikor a vasba lehel lelket, s formázza, művészileg hajlítja azt.